A HTC 10 igazi folytatásának megérkezéséig két üvegházas mobillal rukkolt elő a tajvani gyártó a csúcskategóriában, amelyben közös a Liquid Surface nevezetű, valóban sűrű folyadékra emlékeztető hátlapi felület, a Boom Sound hangszóró elhagyása mono hangszóró található a készülék alján, és a 3,5 mm-es fülhallgató kimenet leradírozása. Ehelyett a Type-C porttól lehet csatlakoztatni a mellékelt gyári mikrofonos fülest, más mi nem tudtunk, ugyanis átalakítót nem mellékelt a gyártó. A kisebb modell a HTC Uplay 5,2 hüvelykes Full HD megjelenítőt kapott 160 ezer forintért vállalhatatlan Helio P10-es SoC-vel, 3 GB rendszermemóriával, 32 GB-os tárolóval és 1-1 16 megapixeles kamerával a két oldalon. A szoftver felület továbbra is a szimpatikus Sense UI friss változata, ám 2017-ben be kell érnünk a 2015-ös 6.0-as Androiddal. Hardverileg egyébként nem is a görgetéssel van gond, az fluid, inkább az alkalmazás kezelés és a 3D-s játék érezteti a lóerők hátrányát mondjuk egy árszinten elérhető OnePlus 3T-vel összehasonlítva. Egyelőre a beharangozott Sense Companion mesterséges intelligenciára épülő megoldás sem igazán brillírozik, egy levegő ikon formájában kapunk néha értesítéseket, de ez is nagyon ritka, beszélgetni ezzel az asszisztenssel még nem lehet. A hátlapi kamera PD autofókuszt, optikai képstabilizátort és dupla ledes villanót is kapott, emellett elérhető a profi mód is, bár ha ezt beizzítja az ember, akkor előjönnek a rendszeres fókuszhibák. Az automata módba készült felvételek egyébként nappal korrektek, este is rendben vannak. Az előlapi nagyfelbontású kamera képes 4 megapixelen ultrapixel módban is elfutni, aminek leginkább sötétben van előnye, ilyenkor tényleg sokkal jobb eredmények születnek, mint hogyha 16 megapixelen lőne az ember. A HTC Uplay kívülről megnyerő, ám a legnagyobb gondja az, hogy 160 ezer forintért a belső nem nő fel a feladathoz, vagy akár a OnePlus 3T, a Honor 8, esetleg a GSM boltba egész olcsón megkapható HTC 10 és a Galaxy S7 színvonalához. Ezzel az árazási stratégiával és gyenge hardware-rel, a felejthető üzemidővel és a jackport lespórolásával anélkül, hogy átalakított mellékelt volna a gyártó, bizony mi sem látjuk a fényt az alagút végén, és a HTC alagútja jelen pillanatban függőleges, és ezen a gyártó lefelé halad. Ha tetszett ez a videónk, kiratkozzatok fel YouTube csatornánkra és olvassatok bennünket a www.mobilarena.hu oldalon.